Sia Réka, a Kossuth iskola szakástanulója megkapta a szakma legjobbjának járó díjat. A tanuló összességében havonta közel 100 000 forint ösztöndíjba részesül. Gönc Tibor igazgató felhívta a figyelmet, Réka a kezdetek óta jeles tanulója a Kossuth Lajos szakiskolának. A Csornai Kossuth Lajos szakközépiskolával, amely a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrumhoz tartozik, Sia Réka tanulónk, 10. osztályos tanuló, a Csornai Zöldfa vendéglőben tölti gyakorlati idejét. A 10. évfolyam kezdetén a Győr Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Csanaki Jerfi Antal díjat írta ki, amelynek feltételei azok voltak, hogy sikeresen befejezett 9. évfolyam, 4-esnél jobb tanulmányi eredmény és hátrányos helyzetű tanulók pályázhattak erre a díjra. Ennek a díjnak Sia Réka maximálisan megfelelt, hisz tanulmányai kezdete óta 5-ös jeles rendű tanuló volt, és sikeres pályázat alapján ő tanulmányai befejezéséig havi 30 000 forintos ösztöndíjban fog részesülni. Réka ezen kívül, mivel tanuló szerződéssel rendelkezik, a mindenkori minimálbérnak 20%-át kapja, és mivel hiány szakma a szakács szakma, ezért minden hónapban, mivel 4,7-nél jobb a tanulmányi eredménye, ezért 35 000 forintos ösztöndíjban részesül. Kozma Csaba gyakorlati oktató elmondta, összesen 4 diák részesült a megyei elismerésben. Réka a Magvasi sportcsarnokba vette át a díjat Győrben. Nagy örömmel értesültünk arról, hogy az egyik tanulónk, Sia Réka, milyen komoly díjazásban részesült. Az iskolából az igazgató úrral kísértük el a díjátadására, amit a Magvasi csarnokban rendeztek Győrben, és a megyei közgyűlés elnöke, illetve a Kereskedelmi és Iparkamara elnöke adott át. Azt hiszem, hogy a díj értékét, illetve jelentőségét jelzi az, hogy 4 tanuló kapta a megyébe, különböző szakmákba ezt a díjat. Mi nagyon régóta foglalkozunk a tanulók képzésével. Magam is 10 évig tanítottam a Kossuth Lajos iskolában szakmai elméletet szakácsoknak, illetve gyakorlati oktatásban itt az étteremben részesítjük őket, illetve helyszínt biztosítottunk több éven keresztül a szintvizsgák, illetve a szakmunkás vizsgák lebonyolításához. Nálunk a tanulók megismerkednek az alapanyagokkal, azoknak az előkészítésével, a különböző ételek elkészítésének módjával, illetve a tálalásukkal. Azt hiszem, hogy jelentős még, hogy itt az étteremben készítünk különböző éttermi tésztákat, keltésztákat, réteseket, ugyanúgy, ahogy annak idején otthon a nagymamák készítették. Ez is úgy gondolom, hogy a szakmának egy komoly része, hiszen nem mindegyik étteremben készítenek helyben ilyen ételeket. Azon kívül azt hiszem, hogy megemlíteném még, hogy volt szerencsém részt venni Olaszországban, Grádóban, februárban egy szakmai úton a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség rendezésében, illetve szervezésében, ahol az ország különböző pontjairól 16-an vettünk részt ezen a szakmai úton, köztünk olimpiai bajnok, illetve világbajnok szakácsokkal. Grádóban bemutatták az ottani szakképzést, illetve 2 Michelin csillagos szakáccsal egy héten keresztül minden délután megismerkedhettünk a helyi alapanyagokkal, helyi ételeket közösen készítettünk. Tehát megismerkedhettünk az ottani szakmunkás képzéssel, ahol szívesen látnak az Erasmus program keretében magyar diákokat is, és ha az ottani iskolát elvégzik, akkor Olaszország különböző pontjain dolgozhatnak. Tehát azt gondolom, hogy a Réka példáját, jó példáját a többi tanuló is szem előtt tartva érdemes ebben a szakmában tevékenykedni, közösen a tanulókkal, illetve nekünk magunknak is kell fejlődni, tapasztalatokat szerezni a kollégákkal együtt, azért, hogy sokkal képzettebb kollégák kerüljenek ki a gyakorlati helyről, illetve az iskolából egyaránt. Sia Réka elmondta, azért választotta a szakács szakmát, mert gyermekkor óta szeret főzni.
Sia Réka vagyok, Farádi, Farádon lakom, és a Csolnai Kossuth Lajos szakiskolában tanulok. Azért választottam a szakács szakmát, mert nagyon érdekel az új ételek, a főzés, és gyerekkorom óta is nagyon sokat főztem, segítettem otthon. Testvérem is a Kossuth Lajos szakiskolában tanult, eladó szakon. Milyen munka kellett a díjnak az eléréséhez? Jó tanulmányi eredmény kellett hozzá, és jó magatartás, és persze az, hogy jól legyek gyakorlatból. Hogyan zajlik egy gyakorlati napod? Először bejövünk, megnézzük a kalkulációt, és ez alapján előkészülünk az ételekhez. Nagyon sokat szoktam segíteni a napi menü elkészítésében, húsokat készítünk elő. Mit üzensz azoknak, akik a szakács szakma választásán gondolkodnak? Azt üzenem, hogy próbáljanak meg minél többet otthon főzni, és akkor könnyebb lesz nekik a gyakorlati helyen a dolguk, és hogy jól tanuljanak az iskolában, mert akkor ugyanezt a díjat ők is megnyerhetik.